Jó napot kívánok! Önök egy közéleti kerekasztal beszélgetést látnak a következő egy órában, amely egy ma Baján forró témának tekinthető ügyet próbál körüljárni. A témát Nyirati Klára polgármester nyitotta ki néhány nappal ezelőtt a közösségi médiában. A közéleti kerekasztal beszélgetés azt a célt szolgálja, hogy döntéshozók mellett szakértő, illetve Baján élő polgárok is a témában akár egymástól ellentétes vagy egymásnak ellentmondó véleményüket ebben a egyébként tengeri kígyónak számító témában kifejtsék, hiszen a forgalmi rend, a parkolási struktúra, egyáltalán a közterületek használata egy rendkívül összetett dolog, és kiki vérmérséklete, indulatai, vagy akár hovatartozása szerint is megítélheti ezt a témát. A közéleti kerekasztal beszélgetés talán teremt egy olyan lehetőséget, és ezt talán a hagyományteremtés szándékával is mondhatjuk, hogy majd a jövőben hasonlóan forró témákban lehet ilyen kerekasztal beszélgetéseket szervezni, talán ez szolgálhatja valamelyest a közéleti kultúra fejlődését is. Erre először ilyen rendhagyó módon teszünk most kísérletet itt a polgármester irodájában. Engedjék meg, hogy bemutassam a meghívott vendégeket, illetve hát a háziasszonyunkat, Nyirati Klára polgármestert. Jelen van a beszélgetésen Szél Péter önkormányzati képviselő, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnöke, Járai Zoltán közlekedési mérnök, illetve van a körünkben három Baján élő polgár, Fábián Ildikó, Puskás Lajos, illetve Garami Artúr, akinek a státusza bizonyos értelemben sajátos, hiszen a tavaly októberi önkormányzati választáson ő is polgármester jelöltként mérettette meg magát, és a témában markáns véleményt képvisel. A közéleti beszélgetés vagy kezdeményezés, ennek a kerekasztal beszélgetésnek a kezdeményezése már önmagában is vitára adott okot a bajai közvéleményben, ezért aztán miután a közösségi oldalon a maga természete szerint folyik ennek a témának a megvitatása, természetesen ez még feltehetően így lesz a következő hetekben is, arról szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy a kerekasztal beszélgetésen kívül a hagyományos, közvetlen vitára is lehetőség lesz először jövő hétfőn, 16 órakor a 3. Béla gimnázium előadó termében, ahol a önkormányzat illetékes egyéni választókerületi képviselője kezdeményezésére lesz majd egy ilyen fórum. Én azzal szeretném kezdeni ezt a beszélgetést, és akkor az első kérdés a polgármesternőt illeti, hiszen a témát ő nyitotta ki, hogy majd legyen szíves és ismertesse jövőképét a Szentháromság tér jövőbeni használatáról. De még mielőtt a kérdésre válaszolna, még elmulasztottam mondani, mert azt hiszem, hogy ez a korrekt tájékoztatáshoz hozzátartozik, hogy a képzeletbeli kerekasztalunk, ami ugyan itt szögletes, nem teljes, hiszen a jelenlegi városházi ellenzék is meghívást kapott erre a beszélgetésre. Ezzel a lehetőséggel nem kívántak élni, nyilatkozatban reagáltak, amit megismerhetett a város közvéleménye. Szóval visszatérve a nyitó kérdésre, azt szeretném megtudni polgármester asszonytól, hogy milyen jövőképe van a Szentháromság tér jövőbeni használatát illetően. Köszönöm szépen, és én is egy másik témával kezdeném, mielőtt még erre válaszolnék, méghozzá azzal, hogy létrehoztam egy oldalt a Facebookon, aminek az a címe, az a neve, hogy Ha én lennék Baja polgármestere, és ott erre a konkrét kérdésre vasárnap estig 175 válasz érkezett, azóta jóval több, most már 200 körül járunk, és vasárnap este gyorsan összesítettük ezeket a válaszokat, két szempontból. Az egyik az, hogy hagyjunk mindent úgy, ahogy van, semmi se változzon, illetve valamilyen változásra szükség van. A vasárnap estig válaszolók 78%-a azt mondta, hogy valamilyen változásra szükség van. A maradék azt mondta, hogy maradjon minden a régiben, és végignéztük, hogy a változást akarók között milyen jellegű változásra vágynak a bajaiak, és akkor itt már több ilyen alkategória volt, mint forgalmi rendváltozás, kitiltani az autókat a Szentháromság térről, parkolási díjat fizettetni, és nagyon megoszlottak a vélemények, nagyon nehéz azt számszerűen kimutatni, hogy ki mit szeretne, de azért a többség abban egyetértett, hogy forgalmi rendváltozásra szükség van, és azt az áldatlan állapotot, ami évek óta
itt jellemző ezen a Szentháromság téren, azt valamilyen módon meg kellene oldani, akár parkolási díj bevezetésével, akár tiltással, és ezek után aztán nagyon-nagyon sokféle ötlet és javaslat érkezett, és én mindenkinek szeretném megköszönni ezeket a javaslatokat, és azt is hozzátenném még, hogy a lakossági fórummal szemben azért, ahol mondjuk 10-15 ember szólalhat meg, ez az oldal, ez lehetőséget ad, ahogy látjuk, 180-200 embernek arra, hogy kifejthesse a véleményét. És most visszatérnék az eredeti kérdésre. A programunkban a kampány során sokszor elhangzott az a szókapcsolat, hogy közösségi tér. Szeretnénk újabb közösségi tereket létrehozni. Én úgy gondolom, hogy Baján a Szentháromság tér az egyik legimpozánsabb és legnyitottabb, legnagyobb létszámú, tömeget befogadó tér ahhoz, hogy ezt közösségi térnek is tudjuk használni. Ehhez viszont elengedhetetlen az, hogy időnként, amikor ilyen eseményekre sor kerül, mint például a halászléfőzés vagy bármilyen más fesztivál, akkor hosszadalmasan, bonyodalmasan, katasztrófavédelmet is bevonva megváltoztassuk a térforgalmi rendjét. Ez egy hosszadalmas folyamat. Nagyon sok munkával jár, sok felhajtással jár. Nem biztos, hogy ez így van jól. Lehet, hogy át lehet alakítani ezt a teret, vagy részlegesen át lehet alakítani úgy, hogy egy állandó közösségi tér legyen, ahol mondjuk késő tavasztól őszig olyan fajta programokat kínálunk az embereknek, érdemes legyen kijönni, érdemes legyen sétálni, érdemes legyen kiülni a padokra esetleg, ahol folyamatosan lehet nyáron limonádét, télen forradbort kapni, kürtős kalácsot, ahol zajlik a közösségi élet. Én ezt a szándékomat nyilvánítottam ki nyáron is, tehát a kampány során is, azóta is. A közösségi tér fontos. Tehát én ilyen szerepet el tudnék képzelni a Szentháromság térnek. Kérdés az, hogy részben, egészben, semennyire, ezért nyitottam ezt a vitát többek között. Köszönöm szépen. Másodikként én Járai Zoltán szeretném megkérni, aki a városnak közlekedési mérnökként végez szakértői munkát. Készített egy tervet arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi állapothoz képest milyen változásokra lenne szükség. Most persze alapvetően mindenki vizuális típus, tehát egészen biztos, hogy egy tervdokumentációt azért most szöveges körítéssel nehéz elmondani, de én azt hiszem, hogy erre Zoltán tud vállalkozni, és akkor arra szeretném kérni, hogy akkor ennek a legfontosabb elemeit mondja el. Köszönöm szépen a meghívást. Engedjék meg, hogy egy kicsit általánossággal kezdjem, és utána térjek rá a konkrétumra. Ugye a parkolásról beszélünk. Sajnos Magyarországon teljesen szervezetlen, illetve rendezetlen. 30 éve a kormány nem nyúl hozzá ez a témához. Nagyon nehéz helyi intézkedés hozni kormány, illetve törvény intézkedés nélkül. Tehát ebben a körben kell nekünk gondolkozni, ebben a lehetőségben kell valami olyan tenni, ami mindenkinek jó, vagy legalábbis a többségnek jó. Fogalmakat kell tisztáznunk. Ugye beszélünk a parkolásról, holott a többség nem csak a parkolásról beszél, amikor erre gondol. Ugyanis két fogalom van. Az egyik a parkolás, ez egy közlekedési kategória. Teljesen egyértelmű, ezen dolgozni kell. A másik pedig a jármű tárolás. Ez nem közlekedési kategória. És ez okozza a problémát. Tehát ha ezt az oldalát a kormány valamilyen úton, módon, rendelettel, törvényel szabályozná, lényegesen könnyebb helyzetben lennénk. Tehát ezt kellene tisztázni, és ezért egy szemléletváltásra van szükség, mert anélkül gyakorlatilag nem lesz jobb az országban. Nem csak Bajáról beszélek egyébként, az egész országban. Budapest egy katasztrófa gyakorlatilag ebből a szempontból. Bemegyünk a belvárosba, szombat, vasárnap ugyanannyi autó áll az utcán, mint hétköznap. Tehát ebből látszik, hogy tárolják a járműveket, és nem parkolnak. Hangsúlyozom, a parkolás közlekedési kategória, a tárolás az nem közlekedési kategória. Most viszont csatlakoznék polgármester asszony elképzelésének megvalósításához. Én karácsony előtti héten kaptam a megbízást, és ennek megfelelően egy picikét finomítottam, de aztán azért beszélek többes számban, mert közben kétszer le is ültünk és átbeszéltük, én egy kicsit szigorúbb voltam. Tehát sokkal drasztikusabb változást szerettem volna itt a téren.
meggyőztek első lépésben kicsit kedvezőbb lesz. Nem tudom, hogy a kamera mennyire látja ezt a kis vázlat. Ez egy vázlat, tehát nem egy tervrajzról van szó, egy vázlatról van szó. Meghagynánk a Szabadság utca felől az átló mindkét irányú forgalmát, és az én elképzelésem szerint a térnek a nyugati és a déli oldalán lenne a parkolás. A közvélemény nyomására nyugodtan mondhatjuk így, egy újabb változat született, hogy az átlós forgalom megmarad, az én változatomban is egyirányú forgalom a Városháza előtt, illetve az északi oldalán a térnek, de ez csak célforgalom, tehát az éttermeknek és az üzleteknek a kiszolgálása érdekében, és annyiban, hogy a nyugati oldalon, a déli oldalon megmarad a várakozás, illetve a parkolási lehetőség, illetve a Lóheréből ez a kettő gyakorlatilag parkolási zóna maradna. Tehát ez egy kedvező lehetőség. Na most, amiben megint, hogy is mondjam, nem szeretnénk konfrontálódni polgármester asszonnyal, de nem értünk egyet abban, hogy én már most bevezetném a fizető parkolást, ugyanis ez egy nagyon-nagyon erős szabályozása lenne a tér rendezettségének. Ez összefüggne egyébként, és mindenképpen több mindent kell együtt vizsgálni, ugye a probléma van a tömegközlekedéssel. A tömegközlekedést nagyon ciklikusan használják, sokkal egyenletesebb lenne, hogyha lenne egy fizető parkoló, nyilván kevesebben vennék igénybe a parkolási lehetőséget, a tömegközlekedéssel többen élnének. Tehát ha tömegközlekedéssel többen élnek, akkor viszont a kedvező pozícióban lenne a város a közlekedési vállalattal, tehát egy ilyen kígyó nem a farkát kapná be, hanem önmagát erősítő, pozitív folyamat indulhatna a városban. Én nem halogatnám ezt a döntést, de természetesen ez a város vezetésének a döntése is, én fejet hajtok előtte. Én két zónára gondoltam, tehát egy abszolút belső zóna, egy magasabb díjjal, és egy kicsit a belvárostól egy picit távolabb, ott pedig egy alacsonyabb, mondjuk egy 40-50%-kal olcsóbb parkolási díjzónát terveztem, de hát ez majd természetesen a város vezetésének a döntése, hogy mi valósul meg belőle. Köszönöm szépen. Köszönöm, ha van kérdés még, akkor természetesen. Mivel most azt hiszem, hogy kinyitott egy újabb ajtót, valószínűleg nem Pandora szelencéjét, de egy újabb ajtót, ezzel majd akkor nyilván a beszélgetés egy későbbi szakaszában még szerintem reagálj bátran, hogyha itt többiek is elmondták a véleményüket. A következőkben én szeretném Szél Pétertől azt megkérdezni, miután a Városüzemeltetési Bizottság elnökeként, szakbizottság elnökeként foglalkozik ezzel a témával, hogy egy kicsit beszéljen arról, hogy milyen előzményei voltak, hiszen a városnak már korábban volt elfogadott, több mint 10 évvel elfogadott közlekedési koncepciója. Nyilván az is izgalmas a téma megítélése szempontjából, hogy ebből mi valósult meg és mi nem, illetve hát értelemszerűen a következő évekre, tehát erre a választási ciklusra is született program, aminek a program elemei között ezek a dolgok is szerepeltek. Úgyhogy én most arra kérném képviselő urat, hogy akkor erről beszéljen. Örömmel köszöntöm én is a nézőket és a hallgatókat, és szeretném egy pillanatra fölmutatni. Ez a 2009-ben készült közlekedési koncepciója a városnak, amit egy szakgárda, erre szakosodott szakgárda készített. Nagyjából a terjedelme is látszik, olyan 101 nehány oldalas dokumentum ez, amiben rengeteg minden van. Ennek minden részletéről nyilván nem lehet beszélni. Aktualitása pedig azért van, mert teljesen összhangban a választáson ígérteknek, ahol azt mondtuk, hogy megújítjuk Baja közlekedési koncepcióját, ez a folyamat zajlik. Ma délelőtt is Járai úrral egy olyan szakmai egyeztetésen voltunk itt a házban délelőtt, ahol ennek a koncepciónak a megújításáról volt szó. Nagyon sok téma fölkerült, szóba került, és azt gondolom, hogy ebben a folyamatban sorra lehet venni azt, hogy mi az, ami megvalósult. Például a forgalomcsillapított és egyirányú Bartók Béla utca az a szerint valósult meg, és ami miatt szóba hoztam az az, hogy ez a
változat, amit Járai úr ismertetett az előbb, ami a két levélben, Lóhere levélben, ha úgy tetszik, a parkolást engedélyezés, az északi és a keleti levél pedig a gyalogos zónához, a sétáló utcához lesz kapcsolva, közösségi funkciókra, rendezvényekre. Ez tökéletes összhangban van azzal, amit 2009-ben leírtak a közlekedési szakemberek. Szó szerint ez van benne egyébként, mint ami most ezer a vázlaton szerepel. És azt gondolom, hogy ez egy megfelelő kompromisszum lesz, hogy legyen egy erőteljes lépés a közlekedési funkció, de azt is tudomásul kell venni, hogy a jelenlegi körülmények között a Szentháromság tér kikerülhetetlen a forgalom átvezetése szempontjából. Azt a koncepciót a hétfői bizottsági ülésünkön fogjuk várhatóan megtárgyalni. Én személy szerint támogatom ennek a változatnak, de nyilván a bizottság döntését nekem nem áll módomban megelőlegezni. Azt, hogy a forgalmi rendet e szerint szabályozzuk a továbbiakban. Egy apró kiegészítés van még, egy-két aprósággal szeretnénk majd könnyíteni például a Szabadság utcáról való kifordulás lehetőségét, megfontolandó szempont van, és ezt a tervezőknek kell nézni, hogy az Attila utcára való befordulás egyszerűsíthető-e, tehát használhatóbbá akarjuk a térnek tenni azt a részét, ami közlekedési funkciót kap, és nyilván használhatóvá akarjuk tenni a másikat is. Elhangzott a Facebookon való beszélgetésben, hogy a programunkban mi ezekről nem szóltunk. Hát hadd szabadjon beidézni, hogy a választási programban konkrétan mi szerepelt. Egyrészt a közlekedési koncepció megújítása, ez tehát zajlik. A másik az volt, hogy javítani akarjuk a város megközelíthetőségét, és ezért szorgalmazzuk az autópálya elérést és az M6-os elérését, aminek kétfajta változata van, ez közismert a városban, nem részletezném most, és nyilván a város elérését segítheti az, hogyha a mostanában többször témaként fölmerült, de már nagyjából 20 éve előkészítés alatt álló Szeged-Szabadka-Baja vasútvonal most már egy újabb szakaszában, lassan a tervezés után majd a megvalósítás szakaszába léphet, mert ezzel például azt lehet elérni sok minden egyéb más hatás mellett, hogy 70 kilométerre rövidebb úton lehessen Szegedre vasúton is elmenni, tehát nem kell Kiskunfélegyháza fele azt a nagy kunkort megtenni. Programban szerepelt az is, hogy korlátozni akarjuk az átmenő forgalmat a város központjában. Nyilván ennek a kulcskérdése az elkerülő út befejezése. Nem is részletezném, mindannyiunk számára rettentő fontos. Talán emlékeztetnék arra, hogy 2009 év végén fejeződött be az utolsó megkerülő szakasz építése, ami Szent István kerülte meg. Azóta az én tudomásom szerint a déli megkerülőre egy tanulmányterv, délelőtt elhangzott, hogy talán még engedély nélküli engedélyes terv is már talán valamilyen állapotban van, és ehhez egy környezetvédelmi engedély született, tehát még messze van az, amikor az első kapavágást megteszik, de itt csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy ez elsősorban országgyűlési és kormányzati akarat kérdése. Hiszen országos főutakról van szó. Programunkban szerepelt a következő mondat, és ezt a témához kapcsolódóan érdemes meghallgatni. A parkolási rend azonnali átgondolását, a helyi buszközlekedés használhatóbbá és vonzóbbá tételét tettük a programba. Két dologban kértünk véleményt, pontosabban a polgármester asszony két dologban kért véleményt az utóbbi hetekben, a helyi buszközlekedés használhatóbbá tételéről és a parkolással kapcsolatos lehetséges megoldás végigbeszéléséről. Nyilván ezt a folyamatot, amit döntések előtt egyfajta konzultációt szeretnénk minél szélesebb körben folytatni, ez beletartozik a következő időszak elképzeléseibe, és az is benne volt, hogy keressük az újabb parkolási lehetőségek kialakítását. Nyilván itt csak két dologra utalnék most pillanatnyilag. Az egyik, hogy fölvetődött itt több soron a parkolóház gondolata. Van ismereteim szerint egy olyan magánvállalkozó, aki ezzel a gondolattal
foglalkozik, ezzel a szándékkal foglalkozik, nyilván még nagyon előkészített próbálkozás ez. Egyébként az általam ismertek szerint egy parkolóház az esetek nagy többségében vállalkozói alapon szokott megszületni és működni. A kerékpárutak hálózattá fejlesztését ígértük, ez a változatlanul elhatározott szándékunk, ebben az első fél évben folytatjuk a kerékpárút építést a Dózsa-György úton, tehát Szent István fő közlekedési útvonala mellett végig meg lesz a kerékpárút a korábban elkészült tervek alapján, és ma délelőtt is a koncepció kapcsán is több olyan részről beszéltünk, ahol a kerékpárutakról is szó van, hiszen mind a helyi buszközlekedés, mind a kerékpár használat egyfajta alternatívát kínál egy ekkora városban a város belső közlekedése szempontjából. Járdák utak javítását és építését ígértük, megtörtént a rendelkezésre álló kész és engedéllyel rendelkező tervek áttekintése, ennek költségvetésben tervezése következik. Az eddig eltelt 3 hónap alatt, nem sorolom föltételesen, de számos helyen javítottuk a járdát. Most például a Vöröskeresztéri iskola előtt történik ez, és a Kinizsi utcai gyalogátkelőhelynél vannak konkrét ilyen építési munkák. És hát az utak javítására példa az, hogy most még a hátralévő néhány napot kihasználva, nagyjából 2 hetet kihasználva, az átlóban is megpróbáljuk a töredezett köveket és a lehetséges javításokat elvégezni, az, hogy amikor várhatóan visszakerül a forgalom, akkor ez lehetőleg minél korrektebb módon mehessen. És ezzel párhuzamosan megvizsgáltuk azt is, mármint az utak terveivel kapcsolatosan megvizsgáltuk azt is, hogy a régebbi tervek közül melyek azok, amelyek használhatók, de lejárt már az engedélyük, és nyilván egyfajta megújítás után minél gyorsabban bevonhatóak abba a folyamatba, ami együtt jelentheti azt, hogy a város közlekedésében valami komoly eredményt lehessen elérni. Már csak 2 adatot említenék meg, vagy 2 adatsor, bocsánat, adatpárt. A városban a 2000-es évek elejétől a 2019-es adatokig mondanám, hogy személygépkocsiban, és ez az adónyilvántartás adataira támaszkodik, tehát ebben nincsenek benne a külföldi rendszámú autók. A 2000-es évek elején 9675 személygépkocsi volt, jelenleg pontosabban a 2019 végéig 14852. Tehát valamivel több, mint másfélszeresére nőtt a személygépkocsik állománya, az összes gépjármű pedig még ennél is nagyobb arányban változott, a 2000-es évek elejétől 11162-ről 19952-re változott, ami majdnem kétszeres, tehát nem egészen kétszeres, de közel kétszeres növekedést jelent. Mindezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, amikor erről a problémáról beszélek, és akkor ehhez még hozzájönnek a közlekedési szokásaink, de az sok tekintetben akár még szubjektív megítélésű is lehet, tehát a témát csak itt-ott árnyalhatja vagy színezheti. No, ezek a koncepcióhoz kapcsolódó elképzeléseink, és én azt gondolom, hogy ha ezt valaki végig gondolja, akkor nem hiszem, hogy nagyon vitathatja, hogy a választási programunk szerint igyekszünk haladni. Járai Zoltán. Csak egy mondat kiegészítést, hogy ezt az anyagot én nem ismertem, amikor elkészítettem az anyagomat, utána kaptam meg, és pontosan amiről most beszélünk, szinte egy-egyben azt készítettem el, ami ebben az anyagban szerepelt. Tehát egy nagy konzulensi cégnek az elképzelései gyakorlatilag egybevágtak a polgármester asszony és az én elképzeléseimmel is. Köszönöm, csak ezt köszönöm szépen. Ildikót, Artúrt és Lajost akkor most arra kérem, mivel itten kaptak kellő információt, illetve hát feltehetően már Enikő is megvolt a témában a véleményük, hogy akkor tetszőleges sorrendben fejtsék ki a véleményt. Hát akkor a hölgy szerintem elkezdhetné így udvariassági alapon. Köszönöm, uraim, köszönöm megfelel szépen. Nyilván nem titok, hogy én a lakosságnak azt a rétegét képviselem, akik a változást szeretnék.
valamilyen fajta változást szeretnének, és örömmel hallom, hogy polgármester asszony szerint már 78%-on állunk, tehát nem olyan rossz az arány. Abszolút egyetértek Járai új felvetésével. Annyiban erősíteném őt, hogy én is azt gondolom, hogy parkolási díjat kellene bevezetni mindenképpen, mert fegyelmezetlenek az autósok. Tehát akkor is használják a Szent Háromság teret parkolásra, amikor nem indokolt, és autó eladásra is használják. Én az utóbbi időben, mióta felvetődött ez a probléma, illetve polgármester asszony felvetette, többször jártam erre, és rengeteg autót láttam, amire ki van írva, hogy eladó. Na most azért egy műemlék téren talán ne engedjük már meg, hogy autókat áruljunk, tehát erre vannak különböző egyéb lehetőségek is. Tehát én mindenképpen a fizető parkolás mellett, és nagyon sokan vagyunk így. Tehát én azért végeztem egy kis közvéleménykutatást, sokan vagyunk így, akik ezt gondoljuk. A tömegközlekedéssel kapcsolatban, itt szintén így felvetődött, az a véleményem, hogy abban a pillanatban, és egyetértek az urakkal, abban a pillanatban, amikor fizetőssé válik a Szent Háromság téren a parkolás, meg fog növekedni a tömegközlekedés használata, és lehetséges, hogy rentábilis lesz, és talán még marad egy kis fejlesztésre is egy kis pénz, de lehet, hogy ez csak utópia, bár meglátjuk. Amit hozzá szeretnék tenni a Szent Háromság tér használatához, nekem volt egy olyan javaslatom is, hogy azok a lakók, akik, de nyilván ez majd egy későbbi feladat lesz, akik itt laknak, vagy tehát a téren lakók, akiknek itt van lakcímkártya szerinti bejelentett lakásuk, azok egy képletes éves bérleti díjért használhassák a teret, illetve a térnek azt a részét, ami erre ki lesz jelölve. Én összeget is mondtam, ez Budapesten az 5., 6., 7. kerületben 2500 és 5000 forint per éves díj. Tehát ez egy jelképes díj azoknak a lakóknak a számára, akik itt laknak a környéken. Én ezt javasolnám. Azért is, mert nyilván pont a Szent Háromság tér környékén nincs parkoló házuk, meg nincs garázs, meg, tehát én ezt azért hozzátenném. A másik, amit még a fő utak, tehát az átmenő forgalommal kapcsolatban nagyon fontosnak gondolok, hogy tegyük ki a 30-as táblát. Tehát azért abba gondoljunk bele, hogy ha a testület elfogadja nyilván, akkor a térnek az egyik fele le lesz zárva, ugye? Az közösségi tér lesz az Ötvös utca felől. A parkoló résztől és a főúttól, hát ugye nem sok fogja elválasztani, tehát azért igen. Tehát itt nem lesz mindegy, hogy hány kilométeres sebességgel cikáznak majd az autók, mert hogy fegyelmezetlenek vagyunk, nyilván ezt mindenki tudja magáról. Mindenki siet, mindenki rohan, senki nem ér rá, nyomjuk az gázt, mint az őrület. És ennek gátat kell szabni. Én nagyon sok olyan nyugati kisvárosban, és ez főleg kisvárosokra jellemző, jártam, ahol bizony a szűk belvárosban 30-as közlekedési táblák voltak. A szűk belvárosban. Tehát én nem azt mondom, hogy a Szabadság utcán, meg egyéb kiebb lévő utakon ezt valósítsuk meg, de én itt mindenképpen javasolnám a balesetek elkövetése véget is. Szerintem egyébként 30-as tábla van. Akkor rendben van, de akkor én most ezt nyomatékosítani szerettem volna. Ezt nem tudom, vagy nem tudtam. Tartsuk de... meg a 30-as táblát, hát, csak nyissuk ki az utat, hogy lehessen közlekedni. Hát ki lesz nyitva az út, Artúr drága? Oké, hát várjuk. Fázis késésben van. Nem. Az út pillanatilag azért van lezárva, olvasni kellett volna, mert felújítják. Én olvasok sokat. Hát azért van lezárva. Jó, rendben. És a testületnek és a polgármesteri hivatalnak az a szándéka, hogy amikor elkészülnek a felújítással, ezt a keresztbe menő forgalmat újra megnyitják a lakosság felé. És pont, és ezzel szuper. Nincs semmi. Várjuk problém. Nagyon. Hát ide lehet, jönni segíteni, és akkor gyorsabban megy. Én mit hettes tudok segíteni? Hát szerintem én is tudok segíteni, mert szerintem még egy
tréning is, nem? Adogatjuk a jó, követ. Szerintem lépjünk tovább, és akkor, hogy mi is szóhoz tudjunk majd jutni a megadott időben, jó? És akkor tehát ne arról beszéljünk, hogy nekünk be kellene állni, segíteni a Szentháromság teret javítani, vagy sem, illetve a semmi csinálásába segítsünk-e, vagy sem, de vitassuk meg. Én átmenetileg befejeztem. Artur? Jöhetek, jó. Nekem konkrét megoldásom, tervem lenne, semmilyen koncepciót nem írtam fel, a fejemben született meg a dolog, mégpedig a lakossági vélemények alapján. Én teljesen más számokat látok az interneten, mint amiket itt hallottam. Mondjuk konkrétan a parkolással kapcsolatban én olyan szavazásokat láttam több egymástól független internetes médiumban, hogy 15% támogatja a parkolást, a fizetőparkolás bevezetését Baján, és az emberek 85%-a nem támogatja. Szerintem ez az adat annyira hiteles, hogy bárkit az utcán megkérdezünk, aki esetleg internetezünk, szinte mindenki találkozott már ezekkel a felmérésekkel. Nyilván ez nem egy hivatalos felmérés, ez egy internetes felmérés, de szerintem olyan fórumokon keletkezett, aminek befolyásolni nem lehet az eredményét. Maximum annyiban, hogy ki az a célközönség, akihez eljuttatjuk a szavazás lehetőségét. Tehát, ergo én a többséget képviselem ebből a szempontból, azokat az embereket, akik ellenzik a fizetőparkolást. Elnézést, félreértettük egymást, én nem azt mondtam az elején, hogy fizetős parkolás, hanem hogy változás. Akik valamiféle változást a forgalmi rendben, a tér kihasználásában, a parkolásban, az egész más kategória, mint az, hogy fizetős vagy nem fizetős. Tehát a fizetősről csak a járvány úr beszélek. Én meg konkrétan most a fizetőparkolásra értesnek azt az arányt. És több csatornán futott ez a dolog, a szavazástól is, több, meg a... Több igen, médiumban persze, láttam, igen. Így van. Tehát nem vitatom, hogy nagyon sokféle. Túl vagyunk a beszélgetés fél idején, úgyhogy maradjunk mindig annál, aki a szót megkapta. Persze, bocsánat. Szó, elnézést csak. Jó. Tehát konkrétan Mátyás királyos megoldásokat szeretnék felvázolni. Azt hiszem, tőlem ez elég stílusos, hiszen sokat ironizálok és viccelődöm, illetve eddig is ezt megtettem. Most nem fogok, mert a helyzet komolysága miatt azt gondolom, hogy nekem is ezt most komolyan kell venni. Én azt mondom, hogy legyen is fizetőparkolás Baján, meg ne is, illetve legyen is lezárva a Szentháromság tér, meg ne is. Sőt, én ennél még drasztikusabb dologban gondolkodom. Én azt gondolom, hogy valóban egy jó cél lehet a belváros autómentesítése. De nem most ebben a pillanatban, nem úgy, hogy üres medencébe ugrunk fejest, hanem töltsük fel először vízzel, ez alatt azt értem, hogy teremtsük meg ennek az infrastruktúráját. És én azt is el tudom képzelni, hogy rövid távú tervként vagy célként vonjunk be vállalkozókat, építsenek parkolóházakat, vagy parkolóházat, vagy parkolóhelyeket, legyen az fizetős, de a belváros, illetve a Szentháromság tér ne legyen fizetős. Tehát ergo, ha szolgáltatást nyújtunk, illetve nyújt egy vállalkozó, egy profi szolgáltatásért cserébe a lakosság kapjon megfelelő autótárolási lehetőséget, a belvárosban pedig korlátozzuk a parkolás időtartamát. Tehát adjunk lehetőséget ingyenes parkolásra azoknak, akik a vonzás körzetből érkeznek, illetve Baja külvárosából, mert nekik nincs lehetőségük begyalogolni, mint nekem konkrétan, vagy nekünk, akik a belvárosban laknak, nekik adjunk egy fél órát, hogy az ügyeiket el tudják intézni ingyen. Ennél hosszabb időre egyáltalán ne is lehessen parkolni, csak a parkolóházban. Ott pedig legyen fizetős a parkolás. Nagyon egyszerű a képlet, és remélem érthető is. Én ezt tudom elképzelni, de ehhez meg kell teremteni a feltételeket, az infrastruktúrát, ergo készen kell lenni ahhoz egy parkolóháznak, hogy parkolási díjat vezessünk be Baján. A Szentháromság térről pedig annyit mondanék, hogy szerintem ugyanennek a feltételnek a megteremtése esetén a Szentháromság teret teljesen lehetne autómentesíteni, kivéve az áru feltöltés és az egyéb autós közlekedés, ami ugye hivatalos dolog lehet, illetve hát ami szükségszerű, de a parkolást lehet, hogy meg lehetne szüntetni, ha lenne parkolóházunk, és az autótárolást is. Egyébként annyit még megjegyeznék a Ildikó javaslatával kapcsolatban, hogy amennyiben a belvárosban lakóknak adunk ingyenes parkolási lehetőséget, vagy kedvező áron, semmi nem változik. Ugyanúgy itt fogják tárolni az autóikat. Tehát ez változást nem hoz.
Ergo a fizetőparkolás szerintem ebből az aspektusból változást nem hoz, nem oldja meg a problémát. A parkolóház fog hozni. Ezek a parkolóház az egy másik De Artur, kérdés. Ezek most pillanatilag az adott körülményekhez képest lehetőségek. Tehát most Ilyetem, még nincs de adott, parkolóház. De az adott körülményekhez képest viszont azt mondom, hogy ne legyen fizetőparkolás Baján, és az utcán pedig egyáltalán ne legyen soha fizetőparkolás, legyen korlátozott parkolási idő. De Artur, Most elmondom. Elnézést kérek, azt szeretném kérni, hogy ebben a körben még mindenki mondja az álláspontját önállóan, és utána lesz lehetőség a viszont válaszokra, meg a reakciókra. Egy mondatot mondanék, tehát a Szentháromság térnél tartottam. A Szentháromság téren legyen egy áthaladási sáv, ez az én javaslatom, tehát lehessen közlekedni. Képviselem ezzel azokat, akik a gyermekeiket mondjuk a újvárosi iskolába, vagy a MNAMK-ba hordják nap, mint nap, vagy hozzák, viszik, hiszen számukra most ez a jelenlegi körforgalmas lehetőség egy katasztrófa. Minden áldott nap van egy balesetveszélyes helyzet, úgyhogy a gyerekek bent ülnek nálam az autóba hátul, vagy éppen egy szembejövő, aki nem tudja, hogy hogy kell közlekedni. Ma reggel ez volt a történet, tehát szembe jött egy hölgy, és hirtelen megijedt, hogy egy kocsi, hát persze, mert én szabályosan közlekedtem. Tehát ezt a mostani állapotot, ezt lehetőleg a legrövidebb időn belül szerintem meg kell szüntetni, addig, amíg nem lesz ebből egy komolyabb baleset, ahol emberek sérülnek meg. Én ezt javasolnám. A későbbiekben, ha meg lesz a parkolóház, ha lesz ilyen, ezt viszont támogatom, ezt az ötletet, akkor a középső sáv, ami a Deák Ferenc utcától a Bajcsi-Zsilinszky utca felé, illetve fordítva, közlekedik két irányba, legyen megnyitva, a többi akár lezárva is lehet, a parkolást meg lehet szüntetni, ezzel elindulhat valóban a belváros autómentesítése. De ehhez egy kész parkolóház kell. Addig pedig a felvázolt terveken én úgy látom, hogy túl sok minden változás nem fog történni, mert egyetlen egy szelvény lenne lezárva a mostani, vagy a korábbi állapothoz képest, az összes többinél ugyanaz lenne az állapot, kettő mint... Kettő. De eddig is le volt a szökőkutas szelvény. Tehát egyetlen egy szelvény változna. Azt gondolom, hogy ez nem hoz akkora változást, hogy ebbe energiát érdemes legyen egyáltalán fektetni. Köszönöm szépen, köszönöm, én ennyit Artur, szeretem. Lajos. Hát én kicsit markánsabb véleményt fogalmazok meg, semmiképpen nem javaslom a parkolási díj bevezetését, tehát a fizetés parkolóst. Ennek az egyik egy régi időre visszatekintő tapasztalata van, ugye amikor nem is tudom, hány évig, 6 évig, 7 évig nem, volt? Nem, egy 3 vagy 4, 3,5 évig. Ebből a város semmilyen szinten nem profitált, veszteséges volt a parkolás, veszteséges volt a pénzek beszedése, nem lehetett megoldani, ugye kinn is maradt, azt hiszem, valami 60 millió forint környéki összeg, ami azt hiszem, hogy sose jött be. Valamennyi talán bejött. Na most abban a pillanatban, hogy fizető parkolással minősítünk utcákat, mint ahogy Jára Júr már mondta is, hogy nem csak a teret, hanem az azt követő, illetve az azt körülvevő utakat is fizetősé tesszük, a parkolóautókat rányomjuk még jobban azokra a területekre, ahol így sincs parkolási lehetőség. Nem fognak tudni az emberek sehogy se parkolni. Akkor jön ugye az isteni ötlet, hogy na majd a tömegközlekedéssel fogunk valamit kezdeni. Nem tudunk mit kezdeni vele. A tömegközlekedésnek a városi része, ami kimondottan városra korlátozódik, tehát nem helyközi járat, meg távolsági járat, az mindig veszteséges volt. Nézzük vissza, amikor bejött ide ez az Orange nevezetű cég, jóval olcsóbban kínálta föl a tömeg, akkor is veszteséges volt. Akkor is kellett a városnak hozzápótolnia, és most is veszteséges lesz, holott az a cég az jóval olcsóbban vitte, mint a Volán. A Volán így tapsig volt, amikor eljutottak odáig, hogy a Volánt kiszorították ugye a helyi járatnak az üzemeltetéséből. Mi következik ebből? Van egy veszteséges fizető parkolásunk, amit valahogy kompenzálnia kell a városnak, mert valakinek ezt a hiányos eleve egy katasztrófára ítélt vállalkozás, hogy úgy mondjam, ezt valahogy dotálnia kell. Megnyomjuk a tömegközlekedést, azt is dotálni kell, mert ugye ott is csak deficitet fogunk termelni. Már két helyről termeljük a deficitet, sorcoljuk az autósokat, közben belekényszerítjük őket egy olyan tömegközlekedésbe, ami úgy szintén deficitet termel, és akkor jön a harmadik megoldás, hogy mit lehet erre csinálni, forrás kell teremteni. Hogy teremtünk forrást?
megadóztatjuk a bajaiakat. Már is három csapást mértünk a városra, ugye itt a Viktorunféle három csapás történet, már is három oldalról büntettük meg a polgárokat, aminek értelme szerintem egyáltalán nincs. Egyébként csak így most mondom el a választások után három hónap, hogyha ez itt be lesz vezetve, akkor itt újra választási nyerés nem lesz, mert aki azt mondja, hogy kérem, hogy megszüntet a fizetéses parkolást, az három dolgot fog egyszerre kirántani, három helyről nem sarcolják a lakókat, és mindenki arra fog szavazni. De ez csak egy 4-5, 4,5 éves történet lesz, de itt most fogja elkaszálni magát ez a városvezetés. Ez 100%. Senkinek nem lesz jó. Hogy lehet ezt megoldani? Egyelőre nem tudom. Van egy koncepció úgy nagyjából a fejembe, a városnak mindenféleképpen forrásra kell szert tennie. Ha nem tudja ezt megoldani, ha nem tud, már pedig ugye a mostani viszonyok azt mutatják, hogy egy ellenzékbe került város nem fog forrást kapni a kormánytól, legalábbis csak olyan minimumot fog kapni, ami pont arra lesz elég, hogy... Bocsánat, Lajos, pontosítaná, hogy mire kellene a forrás? Arra, hogyha bevezetjük a fizetéses parkolást, igen, akkor azt valamiből dotálni kell. Értem. Ha a tömegközlekedést elkezdjük sűríteni, mert van ám itt olyan történet is, hogy ingyenesé kéne tenni a tömegközlekedést, ugye ez vicc, ez teljesen vicc, ezt nem lehet megcsinálni, mert óriási pénzébe kerülne a városnak. Az, hogy ingyenesé legyen téve, szinte utopisztikus, teljes mértékben. De arra is forrás kellene teremteni. Nincs. Honnan? Honnan veszik? Hadd válaszoljak nagyon, igen, gyorsan. Nagyon fals logika mentén haladt ez az okfejtés szerintem. Jó. Megmondom, hogy miért. Azért, mert amikor legutóbb parkolási díj volt, akkor parkolóautomaták voltak. Ma már senki nem beszél parkolóautomatákról, SMS-ben, Simple Pay alkalmazással, esetleg még azoknak, akik a papírhoz ragaszkodnak egyetlen egy kis, például a turisztikai irodában árult parkolójeggyel, lehet megoldani. Nem tud veszteséges lenni. Ez az egyik. Tehát innen az, hogy veszteséges, azt felejtsük el. A veszteség az abból fakad, hogy vállalkozás, automaták, amiket tönkretettek, amiket aztán cserélni kellett, aztán nem ismeri a számokat a tömegközlekedéssel kapcsolatban. Nem ismeri a számokat. Én most csak annyit árulnék el, hogy a mostani állapotokhoz képest, amikor a tömegközlekedés pénzbe kerül, egy olyan állapot, amikor nem kerülne pénzbe a tömegközlekedés, az egy 20-30 milliós különbséget jelent. Nem sokat, ennyit jelent. Szabad mondanom pontosan, polgármester asszony. Az elmúlt évben nagyjából 70 millió forintot kellett a városnak hozzátenni. A mostani évben a Volánnal kötött szerződés, ahol először arról indult ez a tárgyalássor, meg pályáztatássor, hogy 450 forint per kilométer áron akarta a Volán vállalni, meg mindenféle más vállalkozó is, aki ajánlatot tett, nagyjából e körül volt. Ez végül is 360 forint per kilométerre lett a megegyezés kialkudva. A szolgáltatás némi javításának ígéretével, tehát buszoknál a nagyon ócskák helyett valamelyest jobb állapotú, alacsonyabb padlójú, stb. Hadd szabadjon végigmondani, ez most ebben az esztendőben úgy nem egészen, de közel 100 millió forintot fog jelenteni a költségvetésbe, ezt minden évben odaadtuk. De csak hogy egy összehasonlítást mondjak, a uszoda, mostani kis uszoda működtetésére a tervek szerint, pontosabban az elmúlt év tapasztalata alapján 90 millió forintot kellett a városnak költenie. Ezek eddig is a költségvetés részei voltak minden évben, amikor még régebbről nekem emlékem van, akkor is 60 millió forintot költöttünk az uszodára. De többen is használják, mint a tömegközlekedést. Hát az jó. Jelenleg. Na most, ha visszaemlékeztek rá, én azt mondtam, hogy vonzóbbá kell tenni. Tehát én csak azt mondom, hogy a parkolást önmagában, akár fizetős, akár nem fizetős, akár időkorlátos, akár micsodás, önmagában nem lehet csodafegyvernek tekinteni. Nagyon fontos, nagyon komoly feladat ahhoz, hogy ezt megtegyük, de együtt kell kezelni a város közlekedésének más elemeivel. Mindenki. Tehát a helyi busznak nyilvánvalóan
az igénybe vétele, délelőtt elhangzott egy szám, másfél, esetleg 2000, de inkább másfél ezer ember veszi igénybe, azok nagy része is nyugdíjas. Ez a szempont azért érdekes, mert egyrészt az ő mozgás igényük kórházba, városközpontba, üzletbe, egyebekbe más időszakokra tolódik, mint amikor a csúcsidőszakban iskolába vagy munkahelyre mennek az emberek. Tehát a helyi közlekedést mindenképpen fontolóra kell venni, hogy hogyan lehet vonzóbbá tenni. Nyilván ennek egyik lehetősége az is, hogy korlátozzuk a belváros legbelsejébe való bejutás és itt tartózkodás lehetőségét. Elnézést kérek, én egyik a beszélgetés negyedik-negyedénél tartunk. Igen, tehát egy mondatot még hadd szabadjon hozzátennem. Én egyébként látszívű kántorként a két álláspont között vagyok, hogy a belvárosban a már említett applikációk segítségével legyen, kezdődjön egy az ügyintézésre alkalmas időkorlátos parkolási rendel, és amikor az letelt fél óra, egy óra, nem tudom, ezt nyilván majd ki kell alakítani a szakembereknek, onnantól lépjen be a fizetős, és ez egy okostelefonon lévő applikáció segítségével viszonylag egyszerűen kezelhető pont. Pont. A Lajosba belefolytottuk a szót, szerintem nem fejezte be, és Artúr megjelentkezett, csak azért hívtam föl a figyelmet erre, mert az utolsó negyedben vagyunk, és én még szeretném, hogyha tudna erre reagálni a közlekedési mérnök a felvetésekre, meg még majd adjunk lehetőséget a zárszóra a polgármesternőnek. Hogy Lajos, kérem szépen, hogy fejezze be az előbbi gondolatot, és még Artúrnak is lesz lehetősége utána. Valójában úgy nagyjából elmondtam mindent, annyi, ami hozzátartozik, hogy ugye itt az is elhangzott, hogy nagyon sokan tárolásra használják a teret. Nekünk is van lakásunk a Babicsba, nincs parkolási lehetőség, még este sem tudok megállni, most különösen három kört mentem, hogy ide érjek. Nem találtam parkolót. Van egy a Batthyányiba is egy lakásunk, ott sem lehet megállni. Nem véletlen van az, hogy a polgárok tárolásra is használják a teret, mert nem tudja hova tenni az autót. Nincs a lakásokhoz garázs, nincs lehetőség, nincs egy parkoló kiépítve, lehetetlenség megállni, kénytelen valahova letenni. Főleg akinek Péter mondott egy számot az autók növekedéséről, nagyon egyszerű, nekünk is négy autónk van, mindenki másfele megy. Nem tudunk egy autóval megoldani semmit, nagy valószínűsége ezért nőltek az autók. A város ugye ezelőtt 20 éve körülbelül 40 ezres volt, most 35 ezres, tehát ez nem azt jelenti, hogy ennyivel többen laknak itt, hanem mindenkinek több autója van, nem biztos, hogy minden autó egybe, egyszerre megy, egyszerre parkol le, tehát ez az adat is egy kicsikét, hogy úgy mondjam, nem fedi a mostani dolgokat. Nem tudjuk innen kitolni úgy az autókat, hogy ne okozzak a külső kerületekbe nagy problémát, mert mondom, a Batthyányiba nincs, illetve a Babicsba nincs hely, nem lehet megállni, nem lehet parkolni. Köszönöm szépen. Hadd kontrázzak erre gyorsan. Én a Szent Antal utcán lakom. Én gyalog szoktam ide járni, az előbb említette, hogy három kört tett. Én minden reggel gyalog jövök onnan, meg gyalog megyek vissza, ez 5,5 perc. Mondom, a Babicsból 3,5. Ez az egyik. A másik az, hogy az autóm, az a Szent Antal utcán lakom, az autóm az a Petőfi utcában, a garázsban parkol, ott van egy garázs, de amikor nem szeretném oda visszavinni, akkor a Mészáros Lázár utcában, ezt nagyon ajánlom, az a Babicstól 2,5 perc gyalog, ott mindig van parkolóhely. Tehát mindig. Olyan még nem volt, hogy ott ne lett volna parkolóhely, tehát azért van. És még egy mondat összesen, a parkolási díj nem a pénzbevételről szól. Azt hirdettem egész nyáron, tisztább, szebb, zöldebb bajáért dolgozom. A tisztább, szebb, zöldebb baja azt jelenti, hogy levegősebb a belváros, nem a smogot szívjuk be, hogy kimerjük engedni a gyerekeinket a térre, hadd szaladgáljanak, amikor jó idő van. Tehát ez az egész arról szól, nem nyereségvágyból szeretnénk ezt a programot elindítani, hanem azért, hogy egy élhetőbb, szebb, zöldebb baján élhessünk, ahol azok, akik Budapestről jönnek, azok látják a különbséget, Ildikó is, Zoli is, tudják, hogy itt azért jó élni, és még jobb lehet,
akkor, hogyha kicsit levegősebb lesz a belváros. Tehát nem a pénzről szól. Csak egy fél mondatba, én az Alvég utca 1-ben lakom, attól, hogy vannak itt lakásaim, attól én még látom ezt a parkolási problémát, onnan elég nehéz lett volna így begyalogoljak, hogy ide érjek, az ide éppen 3 kilométer. Azért írtam. Egy pillanatra elkérhetném közben azt a jegyet, mert ezzel kapcsolatban lenne egy észrevételem, köszönöm. Tehát, hogy a turisztikai irodába elmenjen a kisnyugdíjas, mondjuk a béketér másik sarkából, plusz egy órával több parkolási időt kell megvásárolni, ami ő átszammog és visszaér az autójához. Tehát ez egy kisnyugdíjas nem tudja ezt megoldani. A 90%-a nem tudja megoldani, ezt én garantálom. Informatikus vagyok, tudom. Úgyhogy ezt esetleg észrevételként még majd meg lehetne tárgyalni, de szerintem ez a típusú modern informatikai világ már azért nem, a lakosság nem minden rétegébe jut el, nem jelent teljes körű megoldást. Rendben van, az hogy Zoltán, most arra gondoltam, hogy itt nagyon a vége felé járunk a keretidőnek, hogy kérem szépen, hogy a fölvetésekre reagáljon. Egy mondatot szeretnék neked válaszolni, hogy a környezetvédelem pénzbe kerül. Tehát, hogyha ráfordítással is jár, akár a tömegközlekedés, akár a parkolás egyébként nem kerülne, mert ezzel a rendszerrel biztos, hogy nem, pénzbe kerül. Tehát mi azt szeretnénk, hogy tisztább levegő legyen, csöndesebb legyen a város, ez pénzbe kerül. Ez szóval és még a mondatomat akkor azzal szeretném, hogy amivel kezdtem, a parkolás, az közlekedési kategória, az a mi feladatunk, az önkormányzat feladata, hogy valamilyen módon erről gondoskodjunk. A járműtárolás nem az önkormányzat feladata. Amikor én megvettem az autómat, vagy az autóinkat, akkor először azon spekuláltam, hogy hova fogom tenni. És amikor ezt megoldottam, akkor mentem el az autóért. Hogyha én bemegyek egy bútorüzletbe, és nagyon tetszik nekem egy franciavágy, hiába tetszik, ha nem fér bele a szobámba, nem veszem meg, akkor egy két nagyságrendel drágább autót megveszek úgy, hogy fogalmam nincs, hogy hova fogom tenni. Egyébként erre mondtam, hogy szemléletváltás kell, és igen, ezt nagyon sok országban, nagyon sok városban már megoldották. Igen. És rend van, és lehet közlekedni. És nincs olyan zaj, nincs olyan füst. Igen, ez mind. De ezt megoldja az ingyenes időkorlátos parkolás is. Nem, az akkor nem tárolás. Nem mondja meg. De megoldja, egy parkolóházzal. Hát a parkolóház az elkerülhetetlen, csak az egyelőre még hol van. Na de addig ne akarjunk már tényleg fejest ugrani. Akkor most azt szeretném javasolni tényleg, mert lassan lemerül a másik akkumulátor is, hogy akkor legyen lehetősége mindenkinek egy ilyen többszörösen összetett mondatra zárásképpen, és a végén pedig akkor megkérném a polgármesternőt, hogy akkor összegezze az elhangzottat. Csak egy fél mondat, Artur, a parkolóházat, azt vegyük le erről a műsorról, ugyanis az egy magánberuházás lehet. Annak semmi köze az önkormányzatnak. Tehát gyakorlatilag mi erről fölöslegesen beszélgetünk, ha neked van rá pénze, építs egy parkolóházat. Értem, de addig meg nem szabad bevezetni a fizető parkolást. Lehetőséget is nem lehet lezárni. Ameddig nincs fizető parkolás, addig nem épül. A turisztikai adóval kapcsolatban is ez egyébként az észrevételem, hogy először egy vállalkozó és a szolgáltatásának a minőségét javítja, és utána kér érte magasabb árat. Ugyanez vonatkozik szerintem egy önkormányzatra is, aki jól akar cselekedni, nyújtsunk szolgáltatást, magasabb színvonalú életszínvonalat, és utána, illetve teremtsük meg mindent. Kiteszi be a parkolóházba pénzére. Utána szedjünk pénzt. Ildikó, van hozzáfűzni valója? Igen, van, csak egy Lajos mondott egy nagyon érdekes mondatot, kicsit úgy rosszul is esett, magamra vettem. Ja. Hogy fenyegetésnek éreztem azt a felvetését, kedves Lajos, hogy mi lesz a jelenlegi testülettel, meg a vezetőkkel, hogyha bevezetik a parkolási díjat, ugye? Hogy újjaj, hogy öt év múlva elbújt. Na most ezt én fenyegetésnek érzem. Csak egy pillanatra. Racionális ember. Én is az vagyok. Na most azért, könyörgöm, azért nézzünk reálisan. Az előző önkormányzat, az előző testület, akiket megörököltek a Kláriék, elnézést a polgármester asszony és a csapata, azok nem tettek egy lépést sem azért, hogy megóvják például a Szentháromság teret. Most azért, mert ez a testület, ez az önkormányzati gárda szeretne érte tenni, hát 3 hónap után azért ne jelentsük már ki, hogy hú, el fogják bukni a választást, a következő választást. Én azt gondolom, hogy ilyen messzire még nem menjünk. Jó, rá, persze, ez nem igazgatkozik, ez az egy volt. Azért mondom, de ezt fel sem kellett volna önnek most vetni, mert ez, de nem kell. 5 év az hosszú idő.
Még annyi lenne, hogy ugye itt, hogy beszélgetünk ezekről a parkolási dolgokról, egyen valaki tisztában, hogy mennyi baján egy átlagos fizetés? Mondom, tavaly évben az egyik kis barátomnak a felesége a főiskolára ment, a takarítónőnek nettó 130 ezer forintot kapott. 130 ezer forint. Jó, ez most ne haragj. Nem azért mondom, de ebből még hova lehet levenni ezekből a pénzekből, akkor 60 ezer forint az albér lett. Én abból indulok ki, hogy ennek az országnak lakosának a 95%-a rendszerető, 5%-a nem is. Mindig az 5% háború. Bármilyen témáról van szó, legyen az környezetvédelem, közlekedés, bármi. Nem. Egy Sopronba, egy Győrbe ezeket meg lehet oldani, mert ott van pénz. Átjárnak dolgozni. Bajáron nem járnak át dolgozni. Szerbiában nem mennek át dolgozni. Baján nincs pénz. Tudomásunk kell venni. Rossz helyen fekszik a város már, mit ilyen szempontból. Nincs pénzünk rá. Tessék, ezt tudomásuk kell. Köszönöm, Péter, még akkor lehetőség van még neked is, még akkor próbálom. Igyekszem a bővebb mondatra. Tehát itt nem a képviselőtestület személyes sorsáról van szó, jó, hanem a város megoldandó dolgairól. Hogy mi lesz 5 év múlva, az sok mindentől függ, nyilván ilyenfajta dolgoktól is, de szerintem épp ezért szeretnénk racionális, észszerű érvekkel végig gondolni pro-kontra előnyeit, hátrányait ezeknek a megoldásoknak, hogy mindenki számára világos legyen, hogy a problémát kell megoldani, és abban nyilvánvalóan nem lehet egyetlen eszközt fetisizálni, hanem azoknak az eszközöknek az együttesét kell végig gondolni, és azokat a feltételeket, amelyek között. Tehát kerékpárutak fejlesztése nélkül a kerékpár használat nem fog növekedni így jelentősen. Van. A Szentháromság térről elkerülő parkolóknak valamilyen alternatívát biztosítani kell. Éppen ezért sajnálom azt, hogy például a piac beruházása az nem az eredeti tervek szerint valósult meg, ahol a csarnok alatt 240 körüli parkolóhely valósult volna meg. Az már önmagában egyfajta 190 lesz a téren. 240 parkolóhely önmagában alternatívát jelenthetett volna egy viszonylag közeli állapotban a belváros megközelítésére. Nyilván ezekről a megoldásokról gondolkozni kell, ha ez parkolóházzal sikerül azzal, ha más módon lehet valahol elérhető távolságon belül biztosítani, akkor meg azzal. Köszönöm szépen. Polgármester. Jó, nagyon sok gondolat kavarog a fejemben. Hát az egyik az, hogy parkoló díj vagy nem. Nyilván, ha az embernek azt mondják, hogy ingyen kapsz ruhát, akkor nem akar fizetni érte. Ez tipikusan egy ilyen dolog. 130 ezeres fizetés. Én azt gondolom, hogy akinek 130 ezer a fizetése, az nagyon örülne mondjuk az ingyenes tömegközlekedésnek, az nagyon örülne annak, hogyha a kerékpárutak nem darabokban állnának, hanem összefüggőek lennének. És lehet, hogy fontolgatná azt, hogy tömegközlekedjen, vagy biciklivel járjon, nehogy Isten gyalogoljon 10 percet, vagy 15-öt reggel, mert azért lássuk be, nem egy metropoliszban élünk. Tehát itt azért Baja központja az nagyjából 15 perc alatt megközelíthető, még alvégről is. Tehát nem biztos, hogy egészségtelen az, hogyha az ember néha gyalogol egy kicsit. A következő dolog az, hogy igazából mindannyian arról beszélünk, hogy miért is szeretünk itt élni. Azért szeretünk itt élni, mert a nagyvárosokhoz képest ez még mindig egy ilyen nyugodt tempójú, kedves kis levegős város. Ami az utóbbi időben ugyan bedugult, és ezt, hogy az utóbbi időben az évekre tekint vissza bedugult, hiszen a tudomásom szerint egy 2010-es Fidesz gyűlésen megszavazták az ott ülők azt, hogy fizetős legyen a parkolás, és hogy ki kell tiltani az autókat a Szentháromság térről. Tehát nem új keletű a probléma. Ez a probléma, amivel most szemben állunk, ez egy olyan probléma, amit az előző város vezetések is megpróbáltak már megoldani, és ugyanaz lett volna, ezt tegnap hallottam, ugyanaz lett volna a megoldási javaslatuk, ha maradnak a posztjukon, mint ami a mi megoldási javaslatunk, hiszen ismételni szeretném, hogy 2009-ben készült ez a közlekedési koncepció, 2009-ben, és akkor azt mondjuk, hogy a folytonosság jegyében mi most követjük
azt a tendenciát, ami 2009-ben közlekedési szempontból elindult a városban, amikor is a városvezetés ugye a másik oldalon állt. Tehát zászlóként én csak annyit szeretnék mondani, hogy mindannyiunk célja az, hogy jobban éljünk, kényelmesebben éljünk, de a kényelem nem biztos, hogy azt jelenti, hogy bepattanunk az autóba, és 500 méterre is autóval megyünk el, hiszen az hosszú távon nem csak a város levegőjére, hanem a saját egészségünkre nézve is káros. Tehát a környezetvédelemért fizetni kell, ahogy ezt Zoli elmondta az előbb, tehát kicsit tudatosabban kell élnünk. Szerintem ez, hogy elveszíti a választást a következő alkalommal egy testület, vagy nem, vagy egy polgármester, nem biztos, hogy erről kell, hogy gondolkodjunk. Amire én az esküt letettem, az arról szól, hogy megpróbálom Baját egy élhetőbb, szebb, zöldebb várossá tenni. És a zöldebb az azt jelenti, hogy környezetvédelmileg is megfelelőbb. Tehát úgy gondolom, hogy amikor erről beszélgetünk, akkor Baj a jövőjéről beszélgetünk. Én ezt szánnám zászlónak, és nagyon köszönöm azt, hogy eljöttek, és én igazából úgy gondolom, hogy ez a fórum, ez hagyományteremtő fórum kell, hogy legyen, hiszen ha beszélgetünk az eredeti nagyon szigorú elképzelésekhez képest, egy kicsit változik a hozzáállás, egy picit puhább lesz, mindenképpen egyfajta beszélgetés kell, hogy megelőzze a döntéshozatalt. Ez is az ígéretünkhöz tartozik, az, hogy kinyitjuk az ajtókat és meghallgatjuk a polgárok véleményét. Én azt szeretném megkérdezni, hogy volt-e lehetősége bárkinek is az előző X évben beszélgetni a polgármesterrel vagy a testülettel szakmai kérdésekről. Azt gondolom, hogy ebben azért mi most egy újdonságot mutatunk, viszont ezzel a fajta demokráciával még nem biztos, hogy mindenki élni tud. Tehát az, hogy kinyitjuk az ajtókat, az nem a határozatlanságnak a jele, hanem az ígérethez próbálnánk hűek maradni, hogy meghallgatjuk a közvéleményt. És vitára szólítjuk fel azt, aki nem ért velünk egyet. Hiszen a konstruktív vita az előremutató dolog. Mindenképpen előrébb jutunk, akkor, hogyha meghallgatjuk az egyik felet és a másik felet. Tehát szeretném, hogyha hagyományt tudnánk teremteni ebből a fajta kerekasztal beszélgetésből, és én nagyon szeretném azt is, hogyha legközelebb a Fidesz-KDNP frakció egyik képviselőjét is itt tudnánk köszönteni, hiszen ők is a testület tagjai, azt gondolom, hogy az is fontos vélemény, amit ők képviselnek. Úgyhogy köszönöm szépen minden résztvevőnek. Mondat. Igen, Zsigó Róberttel beszélgettem ebbe az irodába egy hasonló problémával, tehát nem maga az első. Volt ilyen, semmi közöm a Fideszhez, de ez tényleg így történt. És a tévé is közvetítette. Azt nem, hát most nem muszáj mindent. Köszönöm szépen a vendégeknek, hogy vállalták ezt a nyilvános szereplést, ami ma adott esetben nem is olyan könnyű döntés. Ennek a történetnek bizonyára lesz még sok további epizódja. Minden jót kívánok mindnyájuknak, viszontlátásra. Köszönjük szépen.